Hallhatták a híradó elején, hogy 5 millió beoltottnál enyhíti a kormány a járvány miatt elrendelt óvintézkedéseket, de még jobb lenne rövid időn belül 6 millióig eljutni, mert akkor akár nagyobb fesztiválokat is lehetne tartani. A zenészek azt mondják, hogy már nagyon várják, hogy újra nézők előtt léphessenek fel. Én azt gondolom, hogy az oltás az egyetlen út jelenleg, ami megfékezheti ezt az egészet. Tavaly ugye eléggé pofára estünk, amikor azt hittük, hogy augusztustól mehetünk, meg hogy már vége van, és kiderült, hogy nincs vége. Hát oltás nélkül nagyjából ugyanez a forgatókönyv várható. Emlékszem, az is nagy volt, mikor levittük a térre. Fluor Tomi több mint 40 művésszel együtt hívta fel a figyelmet az oltás fontosságára egy portréfilmben, és üzent a közönségének DJ Andró is. Most a legfontosabb dolog, amivel tudunk kapaszkodni, az az oltás. Én is be vagyok már oltva, a kettőből egyet megkaptam. A szüleim is be vannak oltva, a barátaimnak a nagy része, a kisebb része vár az oltásra. A koncertező zenészek szeretnének minél előbb biztonságosan színpadra állni, ezért Vitáris Iván arra kérte a közönséget, hogy ők is oltassák be magukat. Én úgy gondolom, hogy ha a tudósok és az egész egészségügy azért harcol most évek óta már mondhatni, hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek, akkor az a minimum, amit megtettünk, hogy beoltjuk magunkat. A Hadd lássuk a kezeket című film szereplői a pandémia eddigi időszakáról is elmesélik személyes élményeiket. A legfurcsább talán az volt, hogy én érzelmileg nem gondolom magam labilisnak, viszont ebben az évben rengeteg mélyponton volt, sajnos. A film készítője, Lobánvei Norbert az M1-nek azt mondta, a rendezvények közönségét a fellépők segítségével szeretnék meggyőzni az oltás fontosságáról. A fesztiválokon gyakran felvonuló művészek közül válogattunk őket, kértük fel, hívtuk meg. Egyetlen egy napunk volt arra, hogy velük, illetve a koncert és rendezvényszervezőkkel együtt, akik az ország különböző pontjain szerveznek fesztiválokat, klubokat, koncerteket, egyebeket, felvegyük a kapcsolatot, és megkérdezzük őket, hogy mi van velük, meséljenek arról, hogy a jelen helyzetben mit tartanak egyedüli megoldásnak. Ugye kivétel nélkül azt mesélték el, hogy vagy már beoltották magukat, vagy várnak arra, hogy ez megtörténjen, illetve a közönségüket is arra biztatják, hogy ezt a lépést tegyék meg. Amikor megszólal majd az első hangszer a 2021-es 9. paloznaki jazz pikniken, valószínűleg el fogom sírni magam.